Dr. Monori István gazdaságában Tanyáján vagyunk, itt épp az előbb néztük meg az állatokat. Itt azért beszélhetünk arról, hogy az év 365 napjában mindig van mit tenni. Gyönyörű idő van október közepén, tehát azt hiszem, hogy most a gazdának ez jó, meg az állatok is szeretik ezt a szép időjárást. Mit kell most tudni, hol tart a gazdaság, milyen tervei vannak? Hát onnan kell kezdeni a történetet, ugye én 2009 óta gazdálkodok, a 2008-as fiatal gazdák támogatása című pályázat kiírás óta gyakorlatilag ott egy sikeres pályázatot adtam be, abból a forrásból sikerült nekem ezt a tanyát megvásárolnom, és hát azóta folyamatosan fejleszteni, technikai, technológiai szempontból átállományt fejleszteni, és hát el lehet mondani, hogy amikor elkezdtem gazdálkodni, akkor körülbelül olyan 22-25 hektáron gazdálkodtam, és ez egy pár év alatt, ugye most már 50 hektár felett tartok. Gépek vannak, viszonylag nagy létszámú állatállomány, ahhoz képest, amivel kezdtem. Most egy állattartó telepek korszerűsítése pályázat révén egy hízladát sikerül építenem és hamarosan befejeznem, remélhetően a technológiát és a jövő év elején sikerül átadni, úgyhogy van folyamatosan tényleg az év 365 napján itt munka. Hát, hogy hol tart most a gazdaság? Hát ez az elmúlt három év, ez azért sok jóval nem ajándékozott meg minket gazdálkodókat itt Karca környékén, hogyha el lehet azt mondani, 2010-ben egy év alatt gyakorlatilag majdnem 1100 mm csapadék hullott, ebbe az évben meg még a 250 mm-t se értük el, úgyhogy borzasztó, hektikus és kiszámíthatatlan az időjárás, mind a kettő kedvezőtlen volt a gazdálkodók számára. Sajnos, mint ahogy a környéken jellemzően a növénytermesztésnek az eredményei ebben az évben abszolút nem mondhatók jóknak. Még azok a gazdálkodók, akik tudtak mondjuk kukoricát aratni, azok szerencsésnek mondhatják magukat. Azokkal szemben, akik például semmilyen terményt nem tudtak aratni, mert egyszerűen a kukorica termés helyenként, ahol nagyon-nagyon szorványos volt csak a csapadék ebbe az évbe, ott egyszerűen nem hozott termést, nem kötöttek a virágzás időszakában a csöveki, úgyhogy tehát gyakorlatilag nulla volt a termésük. Úgyhogy nem annyira kedvező a növénytermesztés szempontjából, ez természetesen az átenyésztésre is rányomja a bélyegét, az önköltségeket, azokat növeli ez a rossz termés. Nem érezhető, hogy jelentős ütemben növekedne a sertésnek például a felvásárlási ára, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a gazdákat megtartsa a sertés ágazatba, hanem tehát ez megint kedvezőtlen, ezt lehet mondani. Azt hiszem, hogy az ön kitartása is fontos ahhoz, meg a hinni akarása abban, amit csinál, hogy még, ahogyan is mondta, a mostani feltételek mellett is gazdálkodik, és hát azt hiszem, hogy a betárolt takarmánynak is minden kilóját meg kell becsülni, épp az elmondottakból következően. Tart-e attól, hogy nem lesz elég önnek a betárolt takarmány? Hát igyekszek azért úgy előre kalkulálni, hogy annyit letárolok, amennyit szeretnék tartani, tehát ezt kiszámolom. Én úgy gondolom, hogy ha valami jelentősebb esemény közben nem jön, akkor az én, tehát akár valami magtári kártétel, vagy pedig valamilyen kár, akkor én úgy gondolom, hogy az én letárolt takarmány mennyiségem, az állatmennyiség az, ami nekem van, ahhoz elegendő. Visszatérve arra, hogy mekkora elfoglaltsággal és áldozattal jár ez a gazdálkodás, azt mondom, hogy nem csak az én részemről, hanem tehát ez nem egy emberről szól, hanem egy egész családnak az életéről szól. Ez befolyásolja a családomat, a gyerekemet, a feleségemnek a tevékenységét. Tehát ez ehhez egy... Tűrőképességét. És így van, és a tűrőképességét a családnak. Hát ugye elsősorban erről ők tudnának részletesebben beszélni, hogy amikor otthon is szükség lenne adott esetben rám, akkor sajnos a földön találnak meg valahol, akkor is csak telefon végén, ami értelemszerűen én nem tudok akkor nekik segítséget nyújtani. Úgyhogy összetett dolog ez, mondom, aki benne él nap, mint nap, az érzékeli ezeknek a dolgoknak a nehézségét. Az őszivetéssel hogy áll? Az őszivetés olyan, azt tudom mondani, hogy 90%-on áll, nem sok híja van, hogy befejezzük az őszivetést, még a vetéseknek a lezárása hiányzik, és utána nagy szeretettel várnánk a csapadékot. Hát akkor jó munkát és jó kis esőt kívánunk önnek ebben a gyönyörű szép időben, és azt, hogy tényleg valósuljanak meg azok az álmai, amit itt elmondott, és sikerüljön befejezni a beruházást. Nagyon szépen köszönöm, hát én is azt kívánom, még a többi gazdatárs nevében is, hogy jöjjön a csapadék most már.